Resident Evil Revelations nem volt egy rossz játék, mondjuk mostanra már egy megveszekedett képkockájára nem emlékszem, de arra határozottan emlékszem, hogy nem kaptam tőle heveny rosszul létet, mint az Operation Raccoon City esetében. Idén elkezdte a Capcom kiszórni az epizódokra bontott Resident Evil Revelations 2-4 részét a sorozat történetében először kerül sor ilyesmire, én pedig elgondolkodtam, hogy lehetséges ez? Az epizódikus nyitáshoz azért betonkemény történet kell, mert ha nem sikerül felkelteni a figyelmet az egyes részekkel, az érdeklődés gyorsan kihunyhat, éppen ezért meg lehet, hogy a Capcom végre kitalált egy normális történetet. Lehetséges, hogy végre megtörik a szériát sújtó kellemetlen átok, és végre egy decens, korrekt történetet kapunk. Igen. Mert az elmúlt majd 15 évben ez nem igazán sikerült a srácoknak, és valahol itt bizonytalanodtam el, hogy képes lesz-e a Capcom 15 év adósságát törleszteni. Teljesen mindegy innentől kezdve, hogy mit vártam, az élmény az enyém, ezt pedig már nem veheti el tőlem senki. A játék azzal kezdődik, hogy kedvenc Claire Redfieldünk és Moira Burton a Terra Safe nevű antibioterrorista ünnepélyen parolázik, és... szegény Claire, hogy a jó francba nézel ki, babám? Hogy a viharvert életbe lett belőled a Resident Evil 2 jónőjéből a Revelations 2 viaszképű transvesztitája? De nézzétek azokat a mozdulatokat, ahogyan megölelik egymást. Japánban a mocap stúdió bérlése főben járó bűnnek számít. Mindegy, itt rajtuk üt egy jól képzett kommandós alakulat, akik annyira profik, hogy amint belépnek a bálterembe, elkezdik lőni a mennyezetet, majd elrabolják hőseinket, de előbb még jól belelőnek az üvegbe, pont ott, ahol állnak, és ez még csak az intro. Majd Claire magához tér, megtaláljuk Moirát, és elkezdjük felderíteni, hol is lehetünk, de a rutinos Resident rajongó már fejből felmondja, hogy biológiai kísérletek zajlódnak egy a felszínen, nagyon nem annak tűnő, de a felszín alatt, nagyon is az kísérleti laborban, de a kísérlet szokás szerint elszaródott, mindenki mutálódott, főleg a főgenyó, akibe valószínűleg 10 bazuka is kevés lesz. Ezek után mondanám, hogy tévedtek, de nem. Egyébként a bemutató alatt a 4 plusz 2 lemez exkluzív epizód közül csak az első kettőből fogtok gameplayt látni, mielőtt beindul a spoiler papagáj kommandó. A Revelations első részében 3 történeti szál volt, ebből legalább egy teljesen felesleges, a folytatásban már csak 2 van, és ezek amúgy egészen tartalmasra sikerültek. Az egyikben ugye Claire és Moira kalandjait láthatjuk, a másikban pedig Barry Burton. Barry vagyok. Nagyon örülök, Barry. És egy Natalia nevű kislány keresik a halottnak, hit Moirát. A nyomozás okán a két szál során sok esetben ugyanazokat a helyszíneket fogjuk bejárni. Az mindenképpen tetszett, hogy a két történet játékmenetében is más. Claire és Barry ugye az akcióhősök, ők azok, akik lőnek. Szárnysegédeik képessége azonban közel hasonló, mégis más. Mind Moira, mind Natalia látja a pályaszerte rejtett tárgyakat, ám Moira a zseblámpájával képes ideiglenesen megvakítani is az ellenséget, míg Natalia egy adott távolságon belül megérzi az ellenség jelenlétét, sőt, látja azok gyenge pontját is. Erre érdemes lesz figyelni, egyes ellenfelek csak meghatározott pontokon kapnak halálos sebet. Éppen melyik történetsíkon vagyunk, gombnyomásra tudunk váltani az egyes karakterek között, kiaknázva azok speciális képességét. Emellett társainknak saját inventoriuk van, amit szükség esetén használnak is. Így simán eljátszhatjuk, hogy magunkhoz vesszük a skulókat, nála hagyjuk a gyógynövényeket, ő meg távolról gyógyít minket, amíg mi tartjuk a frontot. A játék emellett minden létező környezeti sebzést levesz az AI vezérelt társról, azaz, akár a rotorok között is átszambázhat, meg sem fog kottyanni neki. Bevallom, ennek azért örültem, mivel a vezérlés nincs mindig a helyzet magaslatán. A pályák végén szokás szerint pontokat kapunk, valamint került a Revelations 2-be egy igen terjedelmes skillfa is, úgyhogy érdemes lesz gyűjtögetni, szorgosan. Tudom ajánlani amúgy, időről időre, az egyes fejezetek újrajátszását, mivel az utolsó mentésig összeszedett fegyvereket és skilleket a játék velünk hozza a korábbi fejezetekre is. Szóval... Hiába kezdtük a Revelations 2-t egy nyambat késsel, ha az AK felszedése után szottyan kedvünk újrajátszani az első részt, akkor azt már az AK biztonságában tehetjük meg. Emellett fegyvereink is fejleszthetőek a pályaszerte összeszedhető kitekkel, valamint lesznek ládikák, amiket vagy pajszerrel, vagy Natalia kicsi kezével tudunk meglockpickelni. Ami külön tetszett, hogy bekerült a lopakodás, aminek már értelme is van. Hátulról le lehet szúrni a combosabb ellenfeleket is, így pedig munícióigényes tűzharctól kímélhetjük meg magunkat. A kampánnyal kapcsolatban számomra a legnagyobb rejtély, hogy miért nincs benne online co-op mód. Csak a split screen-t támogatja, ami persze nem baj,
Jó buli akár a kanapén ülve is kooperálni, csak nem értem, miért olyan bonyolult ugyanezt megvalósítani online is. Ezen felül pedig itt van a Raid mód, ez az előző részben debütált kihívások gyűjteménye, az ottani sikerére való tekintettel továbbfejlesztették, vannak a Raiden belül is alkihívások, gyorsan végigmenni, ezt-azt összeszedni, minél látványosabban és pontosabban megölni az ellenséget, sőt még életet sem veszíteni. Végül a kellő mennyiségű rossz fiú likvidálása után felbukkan a pálya végén egy aranytallér, amit szétcsapunk, és már csorognak is hozzánk azok az XP pontok. A Raid mód a kampány teljesítésétől teljesen független, szóval érdemes belenézni, mert néhány olyan bosshoz kaphatunk tippeket, akik játék közben csúnyán meg fognak minket szivatni. Érdemei elismerése mellett azonban a Resident Evil Revelations 2 az első részben Next Gen illesztése a sorozatnak, és őszintén szólva, hervasztó ugyanazzal a látvánnyal szembesülni, amit Xbox 360-on láttam utoljára, ami pedig pont úgy nézett ki, mintha most lépett volna ki a PS2 érából. A Revelations 2-re egyszerűen nem találom a szavakat, a karakterek mozgása ugyanolyan darabos és baltával faragott, mint lassan két évtizede folyamatosan. Designerek pedig szerintem évek óta nem dolgoznak Resident Evil játékon, mert a Revelations 2-höz képest a csepeli acélművek szétrohadt kohója a reneszánszkori festészet és szobrászat A-tól Z-ig. Én nem várok sokat, de tényleg képtelenség elszakadni a föld alatti kanálisokat összekötő betonalagutak romantikájától? Mi kéne ahhoz, hogy egy Resident Evil mondjuk eljusson arra a szintre, ahol mondjuk az Alien Isolation tart? Nem nagy kérés, csak pár grafikus meg modellező kéne hozzá, de a jelek szerint a Capcom kölcsösen hisz a PS2 második eljövetelében. Nem ismerem a Shinto vallást, de szerintem ez egy hülyeség. A másik gondom a Revelations 2 történetével van. Nem azt mondom, hogy vállalhatatlan, nem rossz, el van vele az ember, de ha őszinte akarok lenni, a játékmenet szórakoztatóbb volt, mint a cél, amiért mindezt csináltam. Itt van például ez a három retardált, akiket a semmiből rángatnak elő múlt, és, mint később kiderül, jövő nélkül, az ember azt hinné, hogy lesz valami kis interakció a szereplőkkel, de nem, mert ahhoz karaktereket kéne írni, dialógusokat kéne írni, konfliktus kéne, dramaturgia, és nem ártana egy összeszedett történet sem. Ennek hiányában pedig marad a mellébeszélés a mindenkibe belefecskendezett vírusról, ami a félelemtől indul be, és a gonoszról, aki megint csak annyira gonosz, hogy eltökélt szándéka volt átváltozni csinos nőből démoni banyává, mert a gonoszok világuralmi céljának szerves része, hogy olyan rondák legyenek, hogy még csúfolni se lehessen őket. A külsőségbeli gondok azonban nem pusztán grafikusi vagy kreatív hiányosságokat feltételeznek. Az egész Revelations 2 a látszólagos mássága ellenére is túlságosan ismerős. Ugyanazok a 20 vonalbeli logikai feladványok, amiket a 3 éves unokaöcsém is megoldana. Az ellenfelek pontosan ugyanolyan buták és vakok, mint amilyennek kinéznek. Ugyanazok a mindent átszövő skriptek. A boss harcok is a 100 éves receptet követik, és ahelyett, hogy minden egyes résznél a Resident Evil vérfrissülésével találkoznék, folyamatosan azt látom, hogy ez az öreg kutya már nem tanul új trükköket. Az egész Resident Evil Revelations 2 nem érződik 2015-ös címnek, sokkal inkább egy hatalmas retro hackney partinak. A vicc az, hogy ezzel együtt nem rossz a Revelations 2, mert a fapados kihívásai azért el tudják szórakoztatni az embert, csak az egész koncepció már orfacsaróan poros. Mondhatnánk, hogy ettől Resident Evil, de aki így gondolja, az nem látta a Silent Hills-t, ami úgy hozza a Silent Hill hangulatot, hogy szinte semmi köze az előd eszköztárához. Úgyhogy igenis meg lehet újulni. Elképzelésem nincs, hogy a Resident Evil miért nem teszi, de a Capcom pénzügyi osztályán egészen biztosan van erre is meggyőző válasz. Sziasztok!